amiután átadták a létesítményt, az FTC 77 évre kapja vérbe az állam. Hogy utána mi lesz, nem tudom. Egy-két ember meg fogja még élni az, de a nagyja nem. Az építkezés teljes területe közel 77 ezer négyzetméter, ebből a létesítmény közel 40 ezer négyzetméter foglal el. A fennmaradó 37 ezer négyzetméter az állam a későbbiekben értékesíteni fogja, ezzel is csökkenti a beruházás költségeit. Ezt a területet fogja értékesíteni, amit itt láttunk. De ki lesz alakítva ezen a területen egy közel 300 férőhelyes parkolóhely, hogyha eladja az állam ezt a területet, akkor az új tulajdonos kötelezik arra, hogy ugyanennyi parkolóhelyet biztosítson a létesítmény számára. Nagyon nagy. Ennek fele? A lerát előre gyártott betonelemnek áll össze, a felhatatot készített a szolgálatban, 3400 helyben gyöngyön lehet, hogy 24500 köbméter, az 2530 akkor kb. 60 ezer köbméter földet mozgatnak meg. Középen látható a játékos kiáró, azon az oldalon fognak elhelyezkedni a technikai zónák. A stadion két végén pedig a mentőnek behajtási lehetősége van. Azért két behajtási lehetőség, hogyha a koncerteseményt tartanak a stadionban, akkor a küzdőtér első és hátsó fele is ugyanolyan gyorsan megközelíthető legyen a mentők számára. Ezen az oldalon lesz a B-közép. Látható, hogy a szektor följárók alatti rész sűrűbben van, rakban betonolva. Azon a részen, hogy kialakított a tájolója, és a tanulban lévő bennőtt szektort várjuk. A sűrűen szélessége 68 méter, de lelátótól lelátóig 120 méter, és oldallelátótól oldallelátóig 83 méter. A pálya szintje a jelenleginél közel 1 méterre lesz magasabban, ez azt jelenti, hogy az első sorra lesz egy szintben. De jó. Egy gyorsan regenerálódó, gyorsan növő füvet fognak vetni, ami az éghajlatnak megfelelő, és a nem napos napokon vagy évszakokban egy úgynevezett infraszoláriummal fogják kezelni a füvet, azért, hogy egészségesen tudjon fejlődni. Ezt úgy kell elképzelni, mint a mezőgazdaságban, a szántóföldeken az öntöző rendszer, csak nem vizet fog, hanem lámpák lesznek rajta, és a pályán fogják dologatni, vagy automatán menni, ezt még nem tudom. A főépület alatt található egy háromszintes mélygarázs, ami közel 400 parkolóhelyet biztosít. Az acéllemezt egy német cég gyártotta, a Zambelli cég, de nem Németországban, hanem itt helyben. Már a konténereit elszállította, idehozta a nyersanyagot, itt darabolta, itt formázta és itt kezelte a felületet. Éppen azt a méretet, ami szükséges volt a folyamatos munkához. A polikarbon lemez az egy 5 cm vastagságú, 5 rétegű lemez, tehát a elég durva időjárási körülményeknek is ellen tud állni. A teljes felülete annak 3800 négyzetméter. Tehát két sorban lesz lámpa, az első soron is és a hátsó soron is 4-4 lámpatest lesz minden egyes oszlop közt.
ez alól kivétele a kanyarír, mert ott egy lesz az első, első soron, és négy a hátsó soron. Aha. A Philips cég gyártja ezeket a lámpatesteket, addig, amíg nem kapott használatba vételi engedélyt az áramszolgáltatótól a létesítmény, addig nem lehet bekapcsolni ezeket. Amit megkapta ezt az engedélyt, akkor idején Hollandiából egy mérnök, és az ő jelenlétében lehet beüzemelni a lámpatesteket. Ha ez nem így történik, akkor elveszti a garanciáját. Az igen. A stadionon belül két eredményjelző lesz, vagy óriás kivetítő. Az egyik ebben a sarokban látható a tartó szerkezete, a másik pedig az ellenkező sarokban. Kamerák már látható. Igen, tehát a nézőtér teljes felülete be lesz kamerázva, kis túlzással retina szintjére lehet beazonosítani az embereket. Székekről, hogy teljesen... Színű lesz az összes, de annak a, zöld, tehát a zöldnek az árnyalatai, tehát különböző zöld színűek lesznek. Ezzel is, hogyha nincs teltház, akkor azt próbálják meg optikailag, azt a hatást próbálják kelteni, hogy tele van. Ez kedvetlen lesz, itt az MFA játékos, hogy nem fognak jól. Felső szinten körbe egy védőkerítést helyeznek el, hogy véletlenül se essen ki senki a stadion felső szintjén. Ez egy sok okosan, ez biztos el fogna használni persze. A stadionon belül lesz egy ingyenes wifi rendszer is, ami keresztül az érvényes jeggyel vagy bérlettel érkező szurkolókat, akik okostelefonnal rendelkeznek, az egyesület köszönteni fogja, tájékoztatni fogja arról, hogy milyen mérkőzésre jött, ha nem tudnál. És egyéb hasznos információt fog közölni rajta az egyesület. Lehetőség lesz arra, hogy wifin keresztül visszanézze a szurkolókat a lemaradt valami eseményről, de ez csak a okos telefonján tudja megnézni. A kivetítő az nem fog közvetíteni, hogy sugározni ismét. Fölrakva, tehát aki éppen sorban áll a büfében, az sem fog lemaradni az élő képről, ami a stadionban folyik. Tervezik, hogy megszüntetik a stadionon belül a készpénzforgalmat. Szurkolói kártyára feltölthető pénzzel lehet majd fizetni. Ez gyorsítani fogja majd a kiszolgálást. Az is a tervekben van, hogy a wifin keresztül minden egyes székhez tartozni fog egy wifi kód, és azon keresztül lehet előrendelni fogyasztási termékeket a büfében. Lesz egy olyan ablak, amin soron kívül lehet látni az a dolgokat, amit belőle a tetősíktől eddig a pontig egy rozsdamentes acélhálóval lesz beburkolva a stadion körbe. Azért nem zárt lesz, mert hogyha bent már sporttörvényileg tilos a pirotechnika, de ha mégis úgy alakulna, akkor ne szoruljon be a füst, hanem ki tudjon szállni a stadionba. Többek között ez a funkciója, és az, hogy ha elnézünk balra, akkor itt látunk egy furcsa lámpaoszlopot, ami megvilágítja a közlekedőt is, és a tetején van egy furcsa szerkezet. Ez úgy fog, ez egy
LED lámpa, meg fogja világítani az acélháló megtörik a fény, szétszórja, és olyan lesz, mintha világítana körbe a stadion. Jelenleg csak színeket tud vetíteni, de ígéret van arra, hogy mozgóképet is fog tudni vetíteni, mint egy projektor, és akkor akár egy reklámfilmet is lehetne a stadion oldalára kivetni. És ha ismét elnézünk balra, akkor a közlekedőn látjuk, hogy kitüröktedik egy furcsa betonépítmény, az a mély garázsnak a lejárata. A régi gyáli útról jelenlegi Albert útról lehet majd behajtani a mély garázsba, és arra felé is lehet majd kihajtani. A létesítményt 4 hazai és 1 vendég bejáratnak keresztül lehet majd megközelíteni.